Ez itt a Vakfolt Podcast, amelyben a popkultúra kötelezőit pótoljuk. Az én nevem Fribanszky Mayer Péter. Az én nevem Huszár András. Szia, Feri, köszönjük, hogy ismét elfogadtad a meghívásunkat. Nagyon-nagyon szívesen. Ez a horror év vagyunk, úgyhogy igazából garantált volt, hogy téged meg fogunk hívni. Én borzalmas vagyok, és ezért köszönöm. De ez még nem is, szerintem nem is teljesen fedi a valóságot, mert hogy tartottunk a Patreonunkon egy szavazást arról, hogy melyik filmek kerüljenek be az évadba, és azért volt egy pár, aminél így a mérleget egy kicsit így a kisújjunkkal megnyomkodtuk, és ezek közé tartozott a The Innocence is, ami lehet, hogy a hallgatóink nem biztos, hogy beszavaztak volna az évadba, de mind a ketten erről teljesen tettünk azért, hogy mégis bekerüljön, és ennek között azért az volt az oka, vagy részemről az volt az oka mindenképpen, hogy én tisztán emlékeztem arra, hogy valamikor mondtad, vagy a Twitteren olvastam régebben, hogy ezt tartod az egyik legfélelmetesebb filmnek, és hát mindenképpen akartam hallani, mit fogsz róla mondani, hogyha bekerül az évadba. Egyrészt az kétségtelen, hogy itt Magyarországon alig ismerik ezt a filmet, ami nagy kár, mert ahogy mondtad, az én szerény véleményem szerint az egyik, ha nem a legfélelmetesebb film, amit valaha csináltak. Szerintem a három legfélelmetesebb film, amit én láttam azok közül, az az Innocence, az 1992-es BBC produkció, a Ghostwatch, és a szintén brit TV produkció, a Woman in Black-nek az 1989-es feldolgozása. Uh-huh. De ez közül, a három közül is szerintem az Innocence a legfélelmetesebb. Nagyon király. És akkor erről a filmről beszélünk a héten. 1961-es film, Jack Clayton rendezésében, Deborah Carr főszereplésével, akinek már egy egész blokkot szenteltünk annak idején a színészes évadunkban, és ebben is ugyancsak Feri volt a vendégünk, emlékeim szerint. Uh-huh. Az volt a Black Narcissus, ha jól emlékszem. Köszönöm. Igen, a Black Narcissus. Így van. Hát most visszatérünk ehhez a színésznőhöz, de egész más műfajban. És az első kérdésem az, ugye múlt héten felvezettük a horror évadot egy picit, meg a horrorfilm és a horror zsánert, kicsit körbe járkáltok Andrással, így hát kezdőként, illetve laikusként, hiszen egyikünk se kifejezett horrorrajongó. Szóval az első kérdésem az lesz, hogy múlt héten beszélgettük, hogy na, vajon mikor lesz az első olyan film, amitől majd így effektíve tényleg megijedünk. Úgyhogy az első kérdésem az, hogy András, megijedtél-e a The Innocence-től? Nem biztos, hogy megijedtem, de hogy végig nagyon nyugtalan voltam, és ahogy haladt előre a film, úgy egyre nyugtalanabb lettem, és egyre, tehát inkább ez a creeping menace, hogy jó magyar kifejezéssel éljek, az lett így úrrá rajtam, és azért volt jó néhány felvétel, meg jó néhány kép a filmbe, ami így rendesen így belém görcsölt, tehát hogy így nekem kifejezetten tetszett ebbe a filmbe, hogy nem az ilyen olcsó jumpscare-ekkel dolgozott, hanem hagyta kitartani azokat az igazán ijesztő, vagy igazán félelmetes pillanatokat, vagy látványokat, vagy jelenéseket, és igen, tehát érdekes ott úgy megfigyelni magamon, hogy nem az ilyen hirtelen nagy ijedelem volt gyakori a filmben, hanem az ilyen, mint amikor így ráülne valami mázsás súly így a, nem tudom, így a lelkemre egy-egy pillanat alatt, és az úgy jobban belepasszírozott a földbe. Tehát, hogy ilyen szempontból ilyen, nem tudom, ilyen maradandóbb nyomot hagy ez a film, mint hogyha csak ilyen vad és nagyon, nagyon hirtelen
rémisztésekkel dolgozna. Legalábbis nekem ez volt így a benyomásom róla. Érdekes, érdekes, mert osztom azt a élményedet, hogy, hogy van egy ilyen határozott masszív nyomasztása ennek a filmnek, de rám azért rendesen rám hozta a frászt kétszer is. Aha. Azt hadd kérdezzem meg, gondolom a Haunting című filmet, Robert Wise-nak a filmjét, azt ismeritek. Arra szokták azt mondani, hogy az a legfélelmetesebb kísértett film. Uh-huh. Azzal összevetve mi a véleményetek az Innocence-ről? Nekem az a véleményem, hogy az Innocence félelmetesebb. Uh-huh. Nekem a Haunting az a András talán nézted már? Mi a magyar címe? Csak hogy a hallgatóknak is be tudjuk lőni ezt, ezt nem tudom most így hirtelen én sem. Igen, ugye az Innocence az... A ház hideg szíve, az a Haunting a magyar igen, címe. Igen. Az 1963-as Robert Wise film, amiről egyébként jövő héten fogunk beszélni, tehát igazából vakfoltunk az is. Na én megnéztem, egyébként előre dolgoztam, mert azt is pár napon belül fölvesszük, és megnéztem, meg tudtam, hogy mindenkettő kísértett járt a házas, tehát ezért is jó, hogy össze tudjuk hasonlítani egy picit már most, úgyhogy előre dolgoztam. Ráadásul ugye mind a kettő Henry James alapműből dolgozik. Nem. Ja nem, bocsánat, ez Henry James, az Shirley Jackson. Ja, igen, Shirley Jackson, bocsánat, igen, valamiért kevertem. Na szóval a lényeg az, hogy szerintem a Robert Wise film tényleg félelmetes, tényleg hatásos, de azért a vizuális effektusaival, meg a set piece-eivel nekem az egy kicsit kicsit literálisabban veszi a kísértett járt a ház műfajt, mint az Innocence, és az Innocence-nek ez a kételje, ez, hogy fontos bizonytalanságban hagyja a nézőt, ez jobban rám hozta a frászt. Uh-huh. András? Nekem te is megnézted már, András? Nem, úgyhogy én erről majd csak jövő héten fogok tudni nyilatkozni, így összehasonlításban sajnos. És egyébként annyira, mert jó, tudom, hogy neked az Innocence az top 3, Feri, de azért a Huntingról is mondj egy rövid véleményt. Együtt értek veled, a Hunting audiovizuális szempontból sokkal harsányabb, meg tartalmi szempontból is harsányabb, mint az Innocence, és pont ezért emiatt kevésbé hatásos nálam is. Van egy-két pillanata, ami nagyon üt, de nem csak azért, mert nincs szinte semmi ambivalencia benne, nem azért nem annyira félelmetes, hanem mert bizonyos dolgokat annyira az ember képébe tol, hogy megkerülhetetlenek, és itt nem ambivalencia hiányáról beszélek, hanem egész egyszerűen az, hogy a hanghatások, a dübörgő hanghatások, amik nyilvánvalóak, és egyszerűen szétveti a dobhártyát, meg hasonlók. Igen, meg Robert Wise-nak az egész, tehát a kamerakezelése minden sokkal látványosabb, flashy. Robert Wise az nem egy visszafogott rendező, sose volt az, egy nagyon jó munkás ember rendező, és mondom, működik ez a film, nagyon jó kis film, az csak nincs az Innocence-nek, a Jack Clayton, Freddy Francis koprodukciónak nincs a szintjén. Jack Clayton rendező és Freddy Francis operatőr, akinek azt hiszem ez egy ilyen viszonylag korai munkája még. Igen, ő ugye főleg a Hammernek dolgozott, nem csak a Hammernek, hanem másik kisebb cégnek, mint rendező is. Na most az az igaz, Freddy Francis egy szenzációs, zseniális operatőr volt, de mint rendező szinte mindig középszer volt, ami nagyon érdekes, hogy a filmjei, ha ő volt a rendező, ő ült a rendező székben, vizuálisan kellemesek voltak, de nem voltak állkapocsakasztóak, rendezői szempontból pedig kimondottan középszerűek voltak. Viszont ha csak operatőrként dolgozott, akkor a világ legjobbja volt talán akkor. Igen, többek között olyan filmeken dolgozott, mint a David Lynch-sel az Elefántember, illetve később a Dűném meg a Stray Story-n is, az volt az utolsó filmje, és például ott volt még a Martin Scorsese féle Rettegés foka, ami így operatőri munkában szintén egészen elképesztően ilyen grand guignol topzódás. Igen, egyszerűen Freddy Francis nem tudott két dologra koncentrálni igazából, tehát hogyha csak arra kellett figyelni, hogy milyen a képű világ, akkor senki nem ért a nyomába. Én nagyon kíváncsi vagyok egyébként arra, hogy téged mi tud igazán
Feri, megijeszteni, vagy megfélemlíteni egy horrorfilmben, mert hogy azért minden horrornak rengeteg olyan eleme van, ami így frászt hozhat emberre. Pont ezen gondolkoztam 5 perccel ezelőtt, csak teljesen kiment a fejemben, miközben beszéltek. Az ugye az évad során majd sorra kerül például a texasi láncfűrészes mészárlás, amit én nagyon szeretek filmet, de például az abszolút nem tud engem megijeszteni. A modern horrorok nagyon sokat szeretek, de nem tudnak megijeszteni, és ezt nem tudom igazán, hogy miért van, viszont ezek a kísértett filmek, amikor nagyon jók, akkor simán be tudok tojni tőlük. A Texas az egy úttörő film, az egy hihetetlen hangulattal rendelkező, fantasztikus operatőri munkával rendelkező, rengeteg határt áttörő film, de hogy félelmet, számomra soha az életben még mikor gyerekkoromban láttam, akkor sem volt félelmetes. Aha. Akkor konkrétan a kísértett film, hogyha tényleg az ilyen magas színvonalon készül el, mint az Innocence, akkor az valamiért pont így tud jobban hatni rád, mint mondjuk egy ilyen slasher jellegű film. Igen, igen. Én mondom, azokat is nagyon szeretem, csak másokból, azok tényleg olyanok, mint a rágógumi. Talán az egyet ilyen mentális rágógumi nekem nagyon kellemes ízű, csak elhasználódik elég gyorsan. Talán az egyetlen egy modern horrorfilm, amit még mikor gyerekkoromban, tínédzserkoromban láttam, és szerintem máig is működik nálam, az a Rémálom az elm utcában első része. Az Wes Craven ott nagyon, nagyon ügyesen kavarja a dolgokat, és az a film meg tudott ijeszteni, de például van a Reanimátor, ami az én abszolút, az a több top 10-es listámban mindig benne van, azt jobban szeretem, mint az elm utcában, mégis sosem volt számomra félelmetes például. De viszont ezek a kísérlet filmek, most mielőtt ezt a podcastot felvettük volna, újra néztem az Innocence-et, közvetlenül a podcast felvétel előtt néztem újra, és van benne két jelenet, amit a mai napig a vér megfagy bennem tőlük. Szóval ennyire működik. Működnek. Ez biztos, hogy ugyanarról a két jelenetről beszélünk, és erről biztos, hogy vissza fogunk még térni, de ezzel kapcsolatban nekem az a kérdésem, hogy voltam el nálunk beszélni West Endről, meg rengeteg más műfaji filmről, viszont tudjuk, hogy azért a horror neked a szíved csücske, és az a kérdésem, hogyha ha nem az ijesztés miatt, akkor mi az, ami nálad a horror, tehát mi az, ami ezt a vonzalmat okozza a horror iránt? Erről tudsz beszélni nekünk? Nem tudom, valószínűleg a személyiségemnek ez egy hibája, és a hibát most abszolút macska körömbe teszem. Nem tudom, gyerekkoromban is már imádtam, tehát talán 9-10 évesen anyám még tudta nélkül néztem horrorfilmeket, és ez a műfaj az, ami hozzám szól a mai napig, és nem tudok lekopni róla. Szenvedélyesen szeretem, nagyon-nagyon szeretem, tényleg, tiszta szívvel szeretem, és minden, talán az utóbbi 10-15 évben a torture porn horrorfilmeket, azokat nem, hogy nem szeretem, hanem gyűlölöm, de attól függetlenül minden korábbi fajtáját a horrorfilmeknek imádom. Nem tudom neked megválaszolni konkrétan, hogy miért. Van érdekes. Tehát ilyen fűrész, meg ezeket a francia New Wave extrém horroroket, ezeket nagyon nem szeretem. Ahol a szadizmusra, ahol a kiszolgáltatottságra, ahol a megalázásra, ahol a lealázásra megy rá a film, és ezek az utóbbi 15 év filmjei, azt nem szeretem. De egyébként minden korábbit. Ja, ez nekem is furcsa, hogy tényleg van egy jó pár olyan horrorfilm, amit úgy nézek, meg úgy néztem meg többször, hogy nem ijeszt meg, nem rettegek tőle igazából, mégis tökéletesen működik számomra, és tökéletesen nagyszerűnek tartom mindenek ellenére. Nem elvárás végül is, hogy halálra rémüljek egy horrorfilmtől.
Igen, mert hogy azért szerintem ez így a, nem tudom, tágabb közbeszédben nagyon gyakran elő szokott fordulni, hogy na, ha egy horrorfilm nem is ijesztő, akkor az már nem is jó. Tehát, hogy van egy ilyen nagyon reduktív... A fordítottja is megesik, hogy ha bezartam tőle, akkor biztos nagyon jó. Igen, tehát, hogy van egy ilyen nagyon reduktív értelmezése annak, hogy mitől tud működni egy horrorfilm. Igen. És azért, igen, mondjad. Számomra az kétségtelen, hogy az olyan horrorfilm igazán maradandó, abba tudok igazán beleszeretni, ahol nem csak, hogy talán van egy másik olvasata is, hanem azért van valami, lehető legkevésbé próbálok most snob lenni, tehát van valami mondani valója is. Tehát egy sima slashert, ahol tényleg semmiről másról nincs szó, hogy csak gyilkolás, tínédzserek legyilkolásáról meg hasonló, azt hogy háttérnek jó, ha az ember betesz, és akkor az, hogy lemegy. De azt sem szeretni nem fogom, sem emlékezni nem fogok rá. De mondjuk például egy Texas Chainsaw Massacre-nél már ott vannak különböző mondani valók, vannak szintek, amelyeken keresztül meg lehet közelíteni a film lényegét. Az a film, az tényleg megmarad az ember agyában. Igen, erről egy picit beszéltünk a múlt héten, amikor így átfogó beszélgetünk a horrorról Andrással, hogy a horrornak azért mindenképpen van egy ilyen szerepe, hogy sok esetben reflektál egy társadalmi állapotra valamilyen metafora gyanánt, mint ahogyan a science fictionben is, a jó science fictionre ezt szoktuk mondani. Itt azért az Innocence esetén, meg a Haunting esetén nem kifejezetten erről van szó, de mindenképpen igaz az, hogy van egy másik olvasata, és én is pont eljutottam, amikor ezzel a két filmmel végeztem így viszonylag közel egymás után, hogy jár rajtuk az agyon folyamatosan, és elgondolkodtat a két olvasatuk, és elmélyedek bennük, meg a karakterekben így próbálom őket utólag is megfejteni, meg összerakni a róluk megállapított morzsák alapján az ő személyiségüket, és hogy ez nyújtja számomra azt az élményt, amitől ezek a horrorok fognak maradandóak lenni az emlékezetemben, és nem azok a horrorok, amiktől effektíve tényleg beszartam, mert ijesztőek voltak. Jó, az Innocence-en is beszartam, mert ijesztő volt, de tudod, azokra gondolok, ami nem tudom, tényleg volt egy pár olyan horror az elmúlt pár évben, mint ami így megijesztett, most az egyik ilyen példa az első Paranormal Activity, vagy legutóbb ez a Host című film, ami ilyen tévéképernyős horror, vagy monitoros horror, és vannak bennük ijesztő jelenetek, de másnapra elfelejtem a komplett filmet. A horror egész egyszerűen a legjobb műfaj. Azért, mert, ha mondhatok ilyet, egész egyszerűen azért, mert viszonylag kevés pénzből tud transformatív élmény nyújtani. Yeah. Azért, mert radikális. Vagy formában, vagy tartalomban. Az a jó horrorfilm. Igen, itt az Innocence-nél például szerintem beszéltünk egy kicsit erről a radikalizmusról, mert még mai, tehát ilyen 60 évvel későbbi szemmel is abszolút nagyon radikális és friss és váratlan rengeteg képi megoldása, és hogy amikor így olvasgattam a film megtekintése után, egy picit így próbáltam így kontextusba helyezni, akkor ott írták, hogy a Jack Layton maga is dolgozott ilyen Hammer horrorokon, és hogy ez a film a Hammer horroroknak a képi esztétikájához képest is mutatott újat, hogy erről tudsz egy picit beszélni, Feri, hogy ez így 1961-ben a brit horrorfilm gyártásban mennyire hozott mondjuk formailag újat, vagy mennyire volt tényleg radikális? Hát azt nem tudom, hogy radikális, de elegánsabb valamivel, mint a Hammer horrorok. Attól függetlenül, hogy a Hammer horrorok a maguk gótikus vizualitásával, nem csak gótikus, hanem szinte minden egymásba dobó, stílust egymásba dobó, de főleg gótikus vizualitásával nagyon-nagyon szépek voltak. A Technicolor, Eastman Color, meg hasonló fényképezés, az ugye hát a Freddy Francis nekik is dolgozott. Azért nagyon ott volt a toppon, de az biztos, hogy az Innocence az jóval elegánsabb és lassabb film, mint a Hammer horrorok, mert van egy művészi igénye a filmnek, ami a Hammer horrorokban
ott volt ugyan, de talán nem tudatosan. Tehát a Hammer Horror az mindenképpen egy produktum volt, imádom a Hammer Horrorokat, csak teszem hozzá. Uh-huh. Mindenképpen egy produktum volt, voltak azok a filmek, de az Innocence az több ambícióval készült, mint általában a Hammer Horrorok. Vizuális szinten is. A brit horror egyébként ugye a háború alatt be volt tiltva Britanniában mindenféle horrorfilm. A Dead of Night 45-ben megtörte ezt az egészet, az egy ilyen úgynevezett portmantó film, tehát három rövid sztoriból álló horrorfilm. Aztán a Hammer elkezdett, a Hammer és kis cégek elkezdtek a háború után éledezni. Az első igazán nagy filmje a Hammernek, amivel nagyon nagyot dobott, az 57-ből a Curse of Frankenstein, uh-huh. ami egy teljesen újraértelmezi mozi szempontból, filmes szempontból újraértelmezi a Frankenstein mitoszt, ugyanis addig a teljesen a hollywoodi Frankenstein mitosz uralkodott a mozikban, a hollywoodi Frankenstein szörny uralkodott a mozikban, annak a kinézete, annak az attitűdje. A Hammer viszont 57-ben a Curse of Frankenstein-nál elhoz egy durva, egy véres, főleg, hogy színes a film, és az Eastman Colorban a vér az valami gyönyörű, és egy véres, durva, mai szemmel persze nem, de akkori szemmel nézve véres, durva Frankenstein sztorit, ami nagyon-nagyon megsokkolta a nézőket. Ha jól emlékszem, még a Scorsese is, aki óriási Hammer rajongó, többször megemlékezett arról, hogy milyen hatást tettek rá ezek a korai Hammer filmek, pontosan a Technicolor brutalitásukkal. Na, érdekes. Eastman Color brutalitásukkal. Eastman Color, aha. Tehát a Scorsese nagy rajongója, főleg a vörös színnek, szóval ugye, talán ez is innen eredezhethető, vagy ide is kapcsolódik ez a fajta obszessziója. Ehhez képest érdekes, hogy viszont a The Innocence az fekete-fehérre forgott, fekete-fehér celluloidre, és a, egyébként Scorsese, pont ha már itt szóba jött, akkor megemlítem, hogy neki van egy, nem tudom, aztán a Daily Beast-en publikált ilyen top 11-es listája kedvenc, vagy a legijesztőbb horrorfilmjeivel, és abban 10. helyen van a The Innocence. És mi az első? Hát azt hiszem, hogy a Haunting, igen, a Haunting, pont amiről beszéltünk, a Robert Wise-féle. Hát figyelj, Robert Wise-nak a harsánsága azért elég közel van a Scorsese-nek a rendező stílusához. Igen, ez biztos, igen. Igen, viszont tényleg az, hogy ezzel a fekete-fehér képi világgal meg elképesztően erősen bánik a Freddy Francis, tehát az, hogy fényárnyék hatásban szerintem egészen lenyűgöző, akkor az, ahogy a mélységélességgel bánik, ahogy a szereplőket helyezi el a képen belül, az is így igazából minden eszköz arra szolgál, hogy a nézőt folyamatosan bizonytalanságban hagyja, folyamatosan valamiért zavarja, tehát hogy minden snit valamiben szabálytalan, valamiben furcsa, valamiben vagy a kameraszögben, vagy a perspektívában, vagy a szimmetriának a megtörésében, valamiben szinte mindegyik, vagy a legtöbb felvétel a film során, főleg ami nem párbeszédes, de aztán egy idő után már a párbeszédes jeleneteknél is, az mindig ilyen destabilizáló hatással van, vagy legalábbis volt rám. Szóval, hogy már önmagában ezzel szerintem nagyon jól megalapozza azt, hogy így a narratív kételj, meg a narratív bizonytalanságot fokozza végig a képi bizonytalanság, vagy az ilyen képi, nem tudom, elegáns szabálytalanság. Igen, ezt én is megfigyeltem, hogy minden képben egyszerre benne van egy ilyen kizökkentő hatás, hogy tényleg folyamatosan téged is arra késztet, hogy vont kétségbe a láthattakat, nem azért, mert szavahihetetlenek a szereplők, csak egész egyszerűen így folyamatosan feszülté tesz az, hogy minden olyan egy icipicit abnormális tényleg a felvétel. Igen, azt az érzetet kelti benned picivel több, mint másfél keresztül, hogy valami nem stimmel, valami igen. Soha nem stimmel.
és ez a legjobb hangulat, amit egy horrorfilm kívánhat magának. Hát ez a film többek között, amit az András elmondott, ez a bizonytalanság érzett kertés, Shellnek köszönhetően, ez a film aztán olyan, aminek van vagy hat olvasata szerintem. Minden létező szempontból, ha nem is megtámadni, igen, de ki lehet tárgyalni, igen, mert rengeteg freudi problémát vett föl, és zúdít a nyakunkba, nem is vett föl, hanem zúdít a nyakunkba. Ja. Jó, kicsit foglaljuk össze, hogy honnan is indul ez a film, és mi a története, hogy aztán belecsaphassunk abba, hogy mi is ez a hat olvasat, vagy hát milyen olvasatokat tudunk mi kibontani közülük. Igen, ugye azt említettük, hogy a Henry Jamesnek ez a magyar címén a Csavar fordul egyet című művéből, 1898-as művéből ered, de hogy alapvetően a forgatókönyvet a már egy ilyen áttéten keresztül írták, mert egy William Archibald nevű fickó írt belőle egy színdarabot, és ezt részben ezt használták fel, és ez a William Archibald is írta meg az első forgatókönyvet, de pont azért, mert hogy a Jack Layton végig így ambivalenciában akarta tartani, és egyensúlyban akarta tartani azt a különféle olvasatokat, hogy így ne legyen teljesen egyértelmű, hogy most pontosan milyen történetet látunk, és az Archibald pont az egyik féle olvasatot sokkal markánsabban képviselte, és akkor ezért a Truman Capote-t kérték meg, hogy ő fusson egy kört a forgatókönyvben, és azt hiszem, hogy olyan körülbelül 90%-a a végleges filmnek az a Truman Capote féle változat. Ő meg átlendült a másik irányba, a freudi szimbolizmus irányába, és akkor így utána aztán még egy harmadik írót is bevontak, hogy egy kicsit még jobban kibalanszírozzák azt, hogy ne legyen teljesen egyértelmű, hogy mi lesz a... Igen, az volt John Mortimer, aki meg a Jack Laytonnek egy ilyen közeli kollégája és barátja. Ő azért még itt szerintem középtájon került a projektbe, tehát ő így a szerkezetért felelt egy kicsit, a forgatókönyv szerkezetért, de az igaz, hogy a próza, a dialógusok egy része, meg ezek az olvasatok, ezek tényleg Truman Capote-nak köszönhetőek. És hogy az biztos, hogy ő tolta át a hangsúlyt sokkal inkább arra, hogy a főszereplőnek, a Miss Giddensnek az ilyen belső elfolytásairól, szexuális represszióiról szóljon ez a film elsősorban, de hát aztán majd nyilván megbeszélhetjük, hogy mennyire. Egyébként itt a forradókönyvvel kapcsolatban még azt kiemelném, hogy az operatőr, a Freddy Francis a saját életrajzi könyvében úgy fogalmaz, hogy igen, jöttek ezek az írók, így elmondja, hogy melyikor, melyik fázisban kicsoda, de meg Capote-val is együtt dolgozott korábban Jack Layton a Beat the Devil-on 10 évvel korábban, és ezért is került ide, viszont ahogy mondja, de egyébként Jacknek az ilyen szokásos alapossága és professzionalizmusa lényegében gondoskodott arról, hogy addig masszírozta a forgatókönyvet, még igazából ez Jack Claytonnak az innocence lett. Tehát, hogy mégiscsak az ő saját képére formálódott a végére. Sok írón keresztül. Igen, és akkor... Ja, mondjad. Nem, mondja, parancsolj, mondja csak. Én semmi, csak röviden össze akartam foglalni, hogy mi a sztoria a filmnek. Hogy ugye ez a Miss Giddens, a főszereplőnk, a Deborah Carr, aki ilyen nevelőnőként érkezik a főszereplőinknek a kastélyába. Pontosabban megbízza két kisgyereknek a nagybácsia, ilyen gazdag nagybácsi, aki kb. Így leseszarja a gyerekeket, vagy hát így rá akarja... Igen, a gyámsága alatt van a két árva. Igen, és így rá akarja lőcsölni másokra. Nem, sem érzelmileg nem akar velük fogni, hogy nincs ideje rájuk. Így a legapatikusabb és közönyösebb nagybácsi, akit így el lehet képzelni. És akkor megbízza ezt a Miss Giddens-t, hogy gyakorlatilag ilyen teljes felelősséggel és fennhatósággal vegye a gondjai alá egy nyár erejéig ezt a két gyereket, a Miles-t és a Florát, akik egy ilyen vidéki birtokon élnek ott a házvezetőnővel, meg talán van még egy szolgálólány, és akkor oda költözik a Miss Giddens, és igazából az ő hármójuknak a története elsősorban, tehát a Miss Giddens és a két kisgyereknek a története, amiben a Miss Giddens szép lassan megfejti, vagy hát ilyen apró információkból értesül róla, hogy az elődje, aki egy fiatalabb nő volt, és meghalt,
illetve a, azt hiszem a kocsis, aki szintén a háznál szolgált, és szintén meghalt, hogy köztük volt egy ilyen nagyon nyíltan megélt szexuális viszony a házban. Ennek szemtané voltak a gyerekek, és aztán ez a két ember valamennyire erőszakos halált halt, vagy hát ilyen rejtélyes körülmények között meghaltak, és egy idő után a Miss Giddens elkezdi látni ezeket a figurákat a kastély körül, és akkor elkezdi félteni a gyerekeket, aztán elkezd gyanakodni rájuk, és akkor itt nyílnak ki ezek az olvasatok, hogy most akkor ugye kísértetekről van szó, akiktől meg kell védeni a gyerekeket, vagy a gyerekek már korrumpálódtak, már megszállottak, és ők is így gyakorlatilag összefogtak a kísértetekkel azért, hogy itt, nem tudom, tönkretegyék őt, vagy az egész csak a képzeletében játszódik le. És igen, akkor igazából a főszereplőnknek, a Miss Giddensnek az összeomlását, vagy a kvázi megőrülését követhetjük végig. És hogy a film nagyon jó rátapad az ő nézőpontjára, és az a bizonytalanság, amiről beszéltünk korábban, az abban is megmutatkozik, hogy igazából gyakorlatilag nincs a film alatt olyan külső szemlélő, vagy olyan külső perspektíva, vagy mozzanat, ami nekünk nézőnek ilyen szilárd talajt nyújthat, hogy na ez tuti biztos, ehhez viszonyítva tudjuk szemlélni az összes többit, hanem annyira a Miss Giddensnek a pszichéjébe költözünk be mi is a film során, hogy ezáltal tényleg gyakorlatilag minden egyes jelenet így teljes bizonytalanságban tart minket, hogy amit látunk, az most pontosan honnan származik és honnan ered. Igen, hát az összes jelenetben benne van a Debra Carr, tehát abszolút az ő nézőpontján keresztül látjuk a történéseket. Na most a Harry James azt mondta a Csavar fordul egyetről, a regényéről, amiben ez a film készült, hogy ez egy ilyen könnyed kis kiruccanás volt számára a káoszba. És ezt azért mondja, mert a viktoriánus irodalomban a mánia, a női mánia az egy nagyon népszerű téma volt. Ami összefoglalva kb. A szexuális frusztráció általi hisztériát jelentett. Tehát rengeteg könyvben ez központi téma volt, és hát a Csavar fordul egyetben is ez a szexista téma, ez a központot adja. Viszont a Csavar fordul egyetben a nevelőnőnek nincsen neve. Tehát ott csak nevelőnőként hivatkoznak rá. A filmben a forgatókönyv által kap nevet, ezt a Giddens-t, ami szintén utal arra, hogy nem egészen normális a csaj, mert a Giddy, tehát a hogy fordítod a Giddy-t? Hát ilyen, nem tudom, ez az ilyen... Nem normálisan nevetős. Ilyen fura vibrálás. Ez a Giddy. Igen. És ezt a nevet kapja a nő, amivel már utalnak arra, hogy nincsenek egészen otthon nála, és már az első... Na igen, és itt szeretnék rátérni arra bizonyos párhuzamokra. Az első jelenet, ahol megkapja a megbízást ettől a faszitól, aki látni se akarja az unoka gyereke, vagy a unokaöccsét meg a unokahúgát, ez egy az egyben a ragyogás első jelenet. Igen. Egy az egyben. A ragyogás könyvben is, és a ragyogás filmben is, és ahogy a Debra Carr ebben az első jelenetben viselkedik, úgy viselkedik a Jack Nicholson a ragyogás első jelenetében. Igen, már látszik rajta, hogy nem normális. Igen, és ezt a ragyogás film kapcsán szerintem sokan kritikaként szokták említeni, hogy akinek nem működik a film, annak többek között azért sem működik, vagy részben azért sem működik, mert a Jack Nicholson már az első jelenetben is teljesen zakkant, és aztán azt csak még négyzetre vagy köbbre tudja emelni a film során. És hogy ebben a filmben meg nagyon jól működik az, hogy tényleg az első jelenettől látjuk a Debra Carron, hogy így valami nagyon nem stimmel benne, és valamitől sokkal neurotikusabb és paranoiásabb, és a reakciói, ez a kényszeredett mosolya, a tekintete, ahogy így rebben ide-oda, vagy vibrál, tehát hogy valami belülről folyamatosan így gyötri és marcangolja, és hogy nem...
nem arról van szó, hogy, hogy egy ilyen teljesen kiegyensúlyozott lelkiállapotú valaki bekerül egy ilyen kaotikus helyre, ahol, a, ahol, ahol megbomlik az elméje, hanem hogy valami már kapásból nem stimmel vele. Igen, odáig megy a script, hogy a nyitó képsorok alatt, amikor még csak a főcímet látjuk, akkor látjuk Debra Cart így imába szorított kezekkel, amik éremegnek, és aztán el is hangzik a szájából. Ugye halljuk a madárcsicsergést, ami a film végén fog elhangzani, igazából ez egy flash forward, és azt is mondja, hogy all I wanted to do was save the children, not destroy them. Ez ott a film legelején elmondja. Igen, ugye több rejtvény van a filmben, az egyik, hogy valóban megtörténik-e az, amit a nevelőnő lát, a másik pedig, hogyha nem történik meg, akkor ez a nő mennyire nem normális. Tehát, mert hogy a mélysége a neurotikusságának, ugyanis már ott az elején mondja a házvezető nőnek, miután beköltözött, hogy ugye őt elküldték az előző állásából, mert túlságosan lelkes volt, talán nem ezt mondja szó szerint, de valami ilyesmi. És az, hogy ennek a nőnek a neurózisának a lényege. Tehát mi az igazi pszichopatológiája. Igen. Mert bizony van még egy olyan olvasat, és én hajlok arra, hogy ez tényleg így van, hogy van egy pedofil olvasata is ennek az egésznek. És ez nagyon erősen benne van ebben a filmben szerintem. Benne van. Én nem konkrétan pedofil olvasatot értelmeztem bennem, hanem most ebben nagyon bele kell mennem, hogy elmagyarázzam. De az a véleményem, hogy hogy a Debra, ugye Innocence a film címe, és szerintem ő is ártatlan. Tehát az ő ilyen naiv ártatlansága is a film témájának, vagy tézisének a része. Ugye van egy párbeszéd a két gyerek, meg ő közötte, ahol kikérdezik, hogy hol nőtt fel, és voltak-e titkai. És akkor itt a gyerekek ilyen jelentősítés pillantásokat vetnek egymásra, mert ők tehát a saját nagy, hatalmas kúriájukban, ahol ők nőnek fölött, aztán ott topzornak az emberek a titkokban. Ha csak az előző két meghalt szolgálóra gondolunk. És a Debra Carr még egy picike kis lakásban nőtt fel, ahol az embereknek nem volt titkuk. Ott össze voltak zárva az emberek. És az apja egy vallási fanatikus pap volt, azt elmondja. Igen. Azt. Igen. Igen. Na és nekem az áll össze, hogy rengeteg a repressziója ennek a nőnek. Valójában sosem volt igazán magánszférája, tehát hogy sosem volt igazán szerelmi élete, sosem tudott igazán egyedül lenni, és sosem tudott igazán távol elkerülni a szüleitől, és ő lelkileg még mindig egyfajta gyerek, vagy ezt a gyerekséget éli meg, és ezt próbálja védelmezni. Ugye erről szólnál a folyton, hogy gyakorlatilag ismételgeti a filmben, hogy ő csak meg akarja védeni a gyerekeket, meg akarja őket menteni, és saját ilyen gyermeki ártatlanságát próbálja megőrizni rajtuk keresztül szerintem, és az, hogy a Miles-szal van egy ilyen szorosabb kapcsolata, azt mondom, ide vezethető vissza. Ez annyira decens próbál lenni az összes felnőtt ebben a filmben, pedig a normalitásnak a jégburka, ami ezen az egész horroron, ami a burok alatt van, ez hajszálvékony. És ami alatta van, az borzalmasan sötét dolog. Ugye, mert egyrészt bele lehet látni ebben a filmben, hogy ez a nő esetleg szexuális vonzalmat táplál a kisfiú iránt. Igen. Hogyha ez nem igaz, akkor viszont, és hogyha esetleg tényleg a szellemek, akik itt kísértenek, állítólag az ő elmondása szerint képesek beleszállni a két gyerekbe, és csak rajtuk keresztül kommunikálni, akkor ez a két gyerekkel mit tesznek? Tudod, mit látott a két gyerek, amikor még ez a két ember élt, akik nagyon kellemes ilyen kis szadomazóista kapcsolatban voltak egymással felnőttként. Szóval egy nagyon-nagyon sötét, semmiféle kimondott választ nem kapunk, de nagyon-nagyon sötét kérdéseket vett föl folyamatosan, több mint másfél órán keresztül ez az egész film. És az a zseniális, hogy igazából bármelyik verzió mellett kötünk ki mindegyik más-más módon, de ugyanolyan borzongató és vérfagyasztó. Tehát, hogy pont ahogy most te is, Feri, felvázoltad ezt a két opciót, mind a kettő ugyanolyan horrorisztikus, csak ugye más az oka. Én is így gondolkoztam ezen
a Giddens Miles viszonyon, hogy ez hogy lehet, és az biztos, hogy tehát, hogy igen, amit a Péter mond, azt én is úgy látom, hogy ő egy ilyen megrekedt, egy ilyen sokkal ilyen éretlenebb, vagy már gyermekibb korban, ahogy ő a szexualitást nézi, és nem is a gyermekibb gondolkodásmódban, hanem tényleg az, hogy egy vallási fanatikus apa alatt nőtt fel, aki nyilván itt tűzzel-vassal írtott minden ilyen gondolatot, hogy emiatt ő így tényleg szabályosan fetisizálja ezt a gyermeki ártatlanságot mindenki másban is, ugye a Miles-ban, meg a Flórában. Viszont tök érdekes az, hogy mielőtt a Miles megérkezne, ugye elején még csak a Flóra van a házban, és hogy amikor megkapja a hírt, hogy kirúgták, vagy elbocsátották a Miles-t a bentlakásos suliából, és hazaküldték, akkor így szabályosan pánikba esik. És így már retteg attól, hogy ez a fiú is oda fog jönni, és akkor ezt is lehet úgy értelmezni, hogy csak azért, mert hogy azt gondolja, hogy hát biztos azért rúgták ki, mert valami rossz fát tett a tűzre, és akkor ez már ezt az ártatlanságot bekormozza, de hogy lehet az is, hogy jön egy, hát ha nem, nem egy férfi a házba, és hogy ettől pánikol be, és hogy mind a kettőre igaz az, amikor ez a házvezetőnő, a Mrs. Groves ilyen már hisztérikus nevetéssel így megkérdezi tőle, hogy csak nem attól fél, hogy a Miles majd meg fogja rontani. És ez szerintem nagyon jelzésértékű az, hogy így tényleg ettől tart, csak most az megint csak az a kérdés, hogy ennek van ez már az elején egy szexuális vonzata, vagy csak ez az ártatlanság téma, ez a puritanizmus, ami így belélett így nevelve vagy verve gyerekkorától kezdve, hogy melyik hat. És az biztos, hogy azok a szájra puszik, amik a film alatt kétszer is előfordulnak, azok nem könnyítik meg a dolgunkat abban, hogy így elhessegessük a szexuális vetületét ennek a kérdésnek. Igen, hát egyszer a fiú csinálja, egy fiú csókolja meg a felnőtt nőt, a film végén pedig a felnőtt nő a fiút, és mind a két csók sokkal hosszabb annál, mint hogy el lehessen hesegetni, hogy itt nincs semmi mély vetülete a dolognak. Igen, szóval az a fantasztikus film többek között, mert minden létező olvasat egyenértékű, és amikor a végén az ember számot vet, egyszerűen nem lehet egyiket a másik fölé helyezni. Igen, nem tudom, hogy nálatok egyébként hogy volt, vagy változott ez például Feri nálad az idő folyamán a megnézéseknél, hogy éppen mikor melyiket érzed, nem tudom, most ilyen hangzik, hogy közelebbinek magadhoz, de hogy melyik értelmezés felé hajlik egy picit a kezed. Nálam így a film alatt, hiszem kb. Így a kétharmadáig én valahogy én nagyon evidenciának vettem, hogy tényleg vannak itt kísértetek. Tehát, hogy abban bizonytalankodtam, hogy most akkor a gyerekek is benne vannak-e a buliban, és megszállta-e őket, vagy ők nincsenek ezzel tisztában, de hogy a jelenéseket, azokat nagyon sokáig ilyen kvázi készpénznek vettem, hogy tényleg léteznek a kísértetek, és hogy körülbelül annál a jelenetnél, amikor a Flóra elköti a csónakot, és utána ott van abban a kis tóparti pagodában, és ott kényszeríti ki a Miss Giddens, hogy így tehát ilyen választ követel tőle arra, hogy látja őt is a korábbi nevelőnőt, és akkor ott kezd el sikítozni a kislány. Szóval, hogy körülbelül ott kezdett el nagyon erősen egy harmadik opcióként megjelenni az, hogy az ő fejében, a Miss Giddens fejében létezik ez az egész, és onnantól a végére már talán így át is billentem e felé, de hogy érdekes, hogy addig, lehet, hogy ott motoszkált bennem ez az opció, de hogy valamiért tényleg én ilyen készpénznek vettem nagyon sokáig azt, hogy itt valóban vannak kísértetek, mert hogy még ott is volt ilyen kételj megkérdés a kísérteteknek a szerepét illetően is, és akkor így nem tudom, mentálisan azzal voltam elfoglalva, hogy azt próbálom kitalálni, hogy a gyerekek most mennyire gonosz gyerekek, vagy ártatlan gyerekek. Megmondom őszintén, nekem a fináléban szinte percről percre változik a véleményem, és amikor vége volt a filmnek, most az újranézés alkalmával, ahogy mondtam, egyszerűen nem tudtam dönteni. Ezért ennyire jó a film, nem tudtam dönteni. A Capote mondta azt, hogy azt nagyon bánja, hogy beleírta a filmbe azt a jelenetet, amikor a Miss Giddens ráakad a könyvtárban arra a lány síró kísértetére, és a lány a könycsepp. A könycsepp.
azt nagyon sajnálja, hogy ez beleírta a jelenetet, mert ott fizikai nyoma marad igen. a kísérletnek, és azt nagyon nem szerette azt a jelenetet, de benne maradt a filmben. Hm. Na most, hogyha mindenképpen döntenem kéne, akkor azt mondom, hogy nincsenek kísértetek a filmben, és ezt a fináléban, most spoilerezünk, nem tudok megcsinálni, 61-es film, a fináléban a Miles elmondja, hogy azért küldték haza az iskolából, mert szadista. Mert egy kis szadista. És ahogyan viselkedik, ahogy a gyerekszínész, egyébként egy szenzációs gyerekszínész igazából szerintem, igen, visszaadja azt a szöveget, ott el tudom neki hinni, hogy senki nem tanította neki a szadizmust, hanem az a fejében van, az ő benne. Nekem ott az volt az olvasatom, hogy ezt a Quint-től, ettől a halott kocsistól vette át ezt a... Hát ezt akarja a Debra Carr belé súlykolni, hogy ezt mondja ki. Ja, ez igaz, ez igaz, ez igaz. De hogy a saját, hogy neki legyen mindenképpen igaza, mert, Miss Guinness nagyon egy önző nő, meg kell mondjam. Tehát az a lényege, az az egész... filmnek a lényege, az az éretlenségének a lényege, hogy mindenképpen az kell, hogy neki legyen igaz a végén. És ugye itt jobban hisz, hogy a gyerekek azok ártatlanok, és nem lehetne maguktól eredendően rossz indulatúak. Igen, igen, pontosan, pontosan. Igen. Nekem is megmaradt ez a könycseppes, ezt a Pauline Kael-nek a rettentő hosszú és nagyon alapos kritikájában is feltűnt, hogy mennyire kiemelte. Ezt érdemes elolvasni majd, ha nem láttátok, nem olvasatok, akkor elküldöm nektek is. Pauline Kaelnek nagyon tetszik, vagy legalábbis konkrétan kiemeli ezt a könycseppet, hogy azt mondja, tényleg nem tudhatjuk, hogy a jelenések azok, amiket a nevelőnő lát, azok valami az ő monomániájának a megjelenései, vagy mi az okuk, vagy miért látjuk őket. Az egésznek épp ez benne az élvezet, hogy van egy ilyen teljesen szándékos misztifikáció. Viszont amikor megjelenik a könycsepp, akkor minden más meg lehet magyarázni azzal, hogy ez az elfojtott nevelőnőnek az őrülete manifestálja csupán, de az az egy könycsepp. Az nem. Azt ahogy ő mondja, not that little wet tear, that little pearl of ambiguity. Mm-hmm. Ilyen szépen tud fogalmazni Pauline Kael. Én se bánom, hogy benne volt ez a könycsepp, de én is azon az állásponton vagyok, hogy ha választani kell, akkor a szellemek nem igaziak. Azért újra csak hihetetlenül erős a film, mert még úgy is, hogy ott az a könycsepp, nem mondanám meg, hogy melyik az igazi. Igen, mert egyébként az a jelenet meg különösen elegáns és hatásos a fényképezése, mert annyira okosan játszik azzal a kameramozgás, hogy mikor mennyi információt enged át, hogy ugye először, csak annyit látunk először, hogy a Debra Carr ilyen tágra nyílt szemmel mered valamire, és akkor már rögtön belénk vagy a vér, hogy mi a jó francot láthat, amitől ennyire szétparázza magát. És akkor utána a kamera ugye befordul a tanári asztal felé, és akkor meglátjuk ott az előző nevelőnőnek a szellem alakját. Majd utána visszafordul a kamera a Debra Carrhoz, és így nem tudom, ő még jobban, nem tudom, tehát még fokozza a Debra Carr ezt az iszonyatot, és akkor azt hiszük, hogy na most már, ha visszamegy a kamera megint a Miss Jessupra, akkor már kifutunk majd a szobából, olyan ijesztő lesz, és akkor amikor elkezdi követni arra felé a kamera, amikor megindul oda a Miss Giddens, akkor amikor odaér az asztalhoz, akkor ugye már nincs ott. Igen. És akkor ez meg azt okozza, hogy akkor rögtön megint csak elbizonytalanodunk, hogy jó, akkor tényleg ebből mennyi volt az igaz. És nem csak azért, hogy az egyik pillanatban nem volt ott, a másik pillanatban meg ott volt, hanem hogy a Debra Carr reakciói is az egyik pillanatban a kísértetre voltak, a másikra a semmire, és akkor most melyik az igazi, meg melyik az, ami... Tehát, hogy akkor tényleg csak a fejében van valami, amitől ő ennyire halálra válik, vagy a valóságban. Szóval, hogy a kamera játék is folyamatosan ezzel így szórakozik velünk, vagy így bizonytalanít ezen a jeleneten belül. Tehát szerintem ez egy nagyon, nagyon okos megoldás így ezzel. A vérnyomásod hullámvasúton kell.
Igen, igen. Meg tényleg ezt a feszültséget nagyon jól tudja fenntartani, meg variálni. Azt hiszem, hogy a Jack Clayton nyilatkozta azt még annak idején, hogy mivel ez alapvetően egy elég klausztrofób történet abból a szempontból, hogy van kvázi egy helyszín és 3-4 szereplő, és hogy így ő attól is tartott, hogy így ne legyen az, hogy másfél óra alatt a néző így elunja magát ebben az egy helyszínben, vagy ezzel a pár szereplővel, hogy ő nagyon arra törekedett, hogy ténylegesen minden jelenet a lehető legfilmszerűbb legyen, és a lehető legváltozatosabb, és hogy konkrétan minden jelenetben folyamatosan változzon meg van valami, vagy a tempó, vagy az atmoszféra, azért, amit már sokszor említettünk, hogy a nézőnek ne legyen ilyen tényleg szilárd talaj a lából. Tehát, hogy azért játszik ennyit a Francis is, meg a Clayton is azzal, hogy jeleneten belül változzon a plánozás, vagy akár a szereplőknek az elhelyezése, vagy a humortól és a jókedvtől a paranoiáig és a rémületig, így ilyen lassú, de mégis hirtelen váltásokkal, hogy így egy jeleneten belül se érezhessük biztonságban magunkat. Igen. És hát... Igen, ez nekem is feltűnt. Ahogy mondod, az elhelyezés, tehát az operatőri munka, a blokkolás, ahogy a színészeket belerakja a képbe, az a horrornak, meg a Jack Claytonnak az egyik legnagyobb fegyvere, és emiatt például van ebben a filmben a zseniális blokkolás, meg a zseniális plánozás miatt van egy-két olyan jelenet, ami, ahogy mondtam korábban, még a mai napig megfogyasztja bennem a vért. Igen. És ez a könyvtári jelenet, ez még csak nem is olyan ijesztőnek ijesztő, de ez még csak nem is tartozik azok közé, amik szerintem nagyon félelmetesek. Abszolút, igen. Hát szerintem mind egyet értettünk abban, hogy a legijesztőbb és a legfélelmetesebb pillanat a filmben az, amikor a Debra Carr megpillantja a tó túloldalán a Miss Jessupnak a fekete alakját a nádasban. Tehát az pont azért, mert hogy nappalban lassú, a távolban van, de mégis látjuk a teljes alakot, tehát az tényleg zseniális. Igen. Az, ami a másik, jó, mert most tényleg agyon fogjuk spoilerkedni. Én emlékszem, amikor először látom ezt a filmet, nem tudom, 20 évvel ezelőtt körülbelül, amikor bujócskáznak, és a Debra Carr elbújik. Igen. A függöny mögé, és a férfi kísértet, akit a Peter Wingard játszik, az ablakon túl, az éjszakában elkezd pedig közeledni. Hát én nem tudom már milyen hangot adtam ki ott, de elég lányos lehetett, megmondom őszintén. És most is, hogy nem tudom, talán tizedszer újra néztem ezt a filmet, most is megvolt a hatása. Nagyon, nagyon működik. De mondom, a tóparti jelenet, amikor a nádasban ott a nő kísértett, mozdulatlan, okay, távoli alakja, ahogy az előbb mondta, vége a világ, ott megáll minden. Igen. Fantasztikus. Nekem is. Igen, és a... Amik hatoló hideg rázás volt mind a két jelenet alatt, ami végig sohant rajtam. És a kettő közül szerintem engem azért sokkolt jobban a tóparti, vagy azért is, vagy nem tudom, én azon gondolkozom, hogy ez nagyon sokat nyom alatba, hogy az tényleg fényes nappal van. Tehát, hogy most a Halloween film jut eszembe például, hogy ott is az, hogy John Carpenter direkt nem csak éjszaka akarta forgatni ezt a filmet, hanem hogy azt akarta ijesztővé tenni, hogy ez a kisváros fényes nappal mennyire vérfagyasztó tud lenni, csak az, hogy mutatja az utcát, ahogy ott az avart söpri a szél. Tehát, hogy az bizonyos szempontból sokkal félelmetesebb tud lenni, mint az éjszakában settenkedő démonok, mert hogy nem tudom, az éjszakában jobban számítunk, jobban fel vagyunk készülve arra, hogy valami rettenet lapulhat az árnyas zugokba, vagy a fényfoltokon túl, és nappal meg így azt gondoljuk, hogy így biztonságban vagyunk, mert hogy látunk mindent. Igen, azért a szikrázó napsütés fekete-fehér filmen, az fehér, az gyilkosan fehér, és az is néha van annyira félelmetes, mint a teljes sötétség. Tehát, és ezt nagyon jól felismeri Jack Clayton meg az operatőre, hogy egy csomószor a dizzolvok, ezek az áttűnések ilyen vakítóan fehérbe mennek át. És az is ijesztő. Igen. Igen, azt hiszem, hogy annál jelenetnél, amikor megérkezik a birtokra a Miss Giddens, és akkor először látja, és akkor ilyen
már idillinek tűnik, de hogy ugye ez az idilliség. A zene is azt segíti alá, hogy ilyen kellemes, teljes szimfonikus zene van alatt. Hogy ott elvileg lefestették a fákat ilyen még világosabb színre, hogy így a kamerában még jobban, így nem tudom, rikítsanak, vagy így világítsanak. Tehát, hogy ténylegesen nagyon azt akarták elérni, hogy ez már túl sok legyen, ez a fény, meg ez az idill, a vidéki idill. Azért meg egyébként ez ugye a Peter Quint, ez a kocsis kísértet. Róla meg nagyon nehéz jutott eszembe a Bob a Twin Peaksből, tehát hogy csomó olyan jelenet van a Twin Peaksben is, amikor ugyanígy egy ablakon túl így egyszerűen csak így feldereng az arca, és még az arcvonásai is hasonlítanak, kicsit ugyanez az ilyen állatias. Nem csak feldereng, hanem egy ilyen vicsorul ki rajta, egy ilyen vigyorgó, az összes foga kivillan egyszerre. Igen. Figyelj, kanyar. Egész egyszerűen, mert a Clayton is, meg a Lynch is tudja, hogy ez az egyik legfélelmetesebb dolog, ami létezik. Egy ijesztő idegen arc az ablakon túl. Hát ez a legjobb, amikor, ez igen. Érted, az őskorból, meg a középkorból, meg mit tudom én, a régi időkből jön ez, hogy valaki benéz az ablakodon, érted? Akit nem tudom. Tök néma. Igen. És akkor régebben még a halált hozta általában magával, érted? Tehát ez a legfélelmetesebb dolog. Igen. Biztos, hogy egyenes út vezet Peter Quinttől a Bobig, hát érted, a Lynch is dolgozott a Freddy Francis-szel, tehát biztos, hogy értékelte itt a munkáját. Nem szólok, hogy úgy néz ki, hogy kijött az új Dune trailer, csak mondom. Hoppácska. Ha már David Lynch és Freddy Francis. Ja, tényleg. Akkor gyorsan vészrész, András. Egy gyors epizód az epizódon belül, mi? Is this an episode of Dune? Oké. Okay. Még az operatőri munkáról akarok beszélni, mert amiket mondtatok, az tényleg rendkívül lenyűgözött engem. Tehát én az egyik legszebben fényképezett filmnek gondolom ezt a filmet, amit láttam eddig. És olvasgattam utána, tehát a Freddy Francis életrajzi könyvéből ezt a részt elolvastam, és nagyon érdekeseket mond arról, hogy hogyan hozták össze ezt a filmet. Ugye itt a rengeteg nagy mélység élességű kép, amiről András beszélt, ezeket már a film alatt is agyaltam, hogy az Istenbe csinálták meg, amikor egy full sötét viktoriánus házban játszódik a film. Tehát egy nagy mélység élességű képet általában alacsony rekesznyílással lehet fölvenni, ami ez a rengeteg fény kell. És itt nem csak ezt tetézi a bajt, hanem az is, hogy ezt a filmet széles vászonra forgatták. Nem tudom, ezt tudtátok-e, de képzeljétek el, a 20th Century Fox stúdió, ami fizette a filmet, ami szponzorálta a filmet, akkor tulajdonosa volt a CinemaScope technológiának, és ragaszkodtak ahhoz, hogy minden filmjük széles vászonuk kell, hogy legyen, mert az övék ez a technológia. Uh-huh. Viszont ez gyűlölte Jack Layton, hiszen ez egy helyszínes, ilyen négy fal közötti horror film, amelyben tök fontos lenne a vertikális kép arány, tehát a 4-3-as kép arányban azért sokkal többet látsz a függőleg az arcokból, és a széles vászon nem teszi jót igazából a belső tereknek. És ezt úgy oldották meg, úgy hidalták át, hogy maradjon széles vászon a film, de azért a Jack Layton is megelégedjen vele, hogy azt állta ki a Freddy Francis, hogy milliónyi szűrőt tett mindig az objektívjére, amelyeket így ő maga sötétített be bizonyos helyeken. És akkor egy csomó jelentet, hogyha megnéztek a filmbe utólag, észre lehet bennük venni, hogy így tényleg a képek széle, tudod, ez a vignetta effektus, amikor elsötétül teljesen a sötétségbe vésznek egyes szeletei a képnek. Az a jelenet, amit az előbb említettem, az amikor a Debra Carl a függöny mögött bujkál, és jön a Peter Wingard szelleme kintről. Hát az ott fantasztikus. Például ennek a példája, hogy a Debra Carlnak, hogy az elsötétő hirtelen az egész világ, a benti világítás szinte megszűnik egy pillanat alatt, és szóval egész egyszerűen a Freddy Francis a legnagyobbak egyike volt. Egy operat, vagy egy rendezőt általában le lehet cserélni, színészeket le lehet cserélni. Egy operator sokkal többet ér akármelyik másik stábtagnál. Ez az én sajátom. És ilyeneket olvastam még, hogy egyébként megerősítette a feltételezésemet Freddy Francis, hogy olyan sok fényre volt szükség, hogy itt Debra Carr a forgatási szünetben mindig napszemüvegben volt, még belső terekben is. És amit tetszett, hogy van ez a jelenet, amikor a szempont a bújócskán, amikor Debra Carr egy
kandeláb el, egy, nem tudom, négy gyertyás ilyen gyertyatartóval sétafikál a házban. Ott így trükközni kellett, és egy saját készítésű gyertyát kellett csinálni, amiben négy kanóc van, hogy elég fény bocsásson ki, mert annyira ott is a nagy mélységérességű objektívval vették fel, és nagyon kevés fény tudott azt befogadni, szóval négyszer annyi fényre volt szükség, mint egy normál gyertyával. Egyébként érdekes az, hogy ugye én most még nem láttam a Hauntingot, és hogy azt mondjátok, hogy ott mennyivel harsányabb. Direktebbek az ijesztések, és hogy kiemeltétek mindenketten a hanghatásokat is, hogy az mennyire... Hogy a különbséget érzékeltesem, mert van a Hauntingban egy olyan jelenet, olyan, mintha egy traktor menne egy ajtó mögött, és attól kell megijedni. Egy traktor menne neki egy ajtónak 20-szor. Közelebb van szerintem a szellemírtóknak az effektusaihoz, mint az Innocence-hez. Durva, de hogy ott a hanghatásokat ennyire felcsavarták, vagy felsrufolták, mert hogy nekem az Innocence-be is nagyon feltűnt, hogy a hanghatások mennyire dominánsak, meg mennyire erősek, és hogy akkor ezek szerint a Huntingban ez ennek a tízszerese, mert hogy ahogy halad előre a film, az Innocence szerintem piszok jó az, hogy a hangsávban hogyan keverik alá azokat a sugdolózásokat, nevetgéléseket, amikor mondjuk pont, amit most onnan jutott eszembe, hogy amikor Péter mondta, hogy így megy a gyertyatartóval a folyosókon, és akkor így az zárt ajtók mögül így kihallja pont a kocsiséknak így a múltbeli üzekedéseit, meg sikolyait, meg lihegéseit, vagy akár a gyerekeknek a hangjait, és akkor máskor meg, amikor van egy jelenet, ahol ugye a kamera alulról veszi a két gyereket, ahogy ott állnak a lépcsőnek a tetején, és akkor ott hangosan nevetnek rajta, akkor az így elborítja nem csak a Miss Giddensnek az elméjét, ez a vihogás meg nevetés, hanem így a teljes hangsávot is, vagy amikor később a Flora sikoltozik, az így szinte elviselhetetlen. Tehát, hogy én pont azt figyeltem meg, hogy mennyire szokatlan így, nem tudom, mennyire szokatlan egy 60-as évek elejé filmtől, de hogy az biztos, hogy felfigyeltem rá, hogy mennyire kreatívan bánik a film ezekkel a hangeffektekkel, meg hanghatásokkal. Hát így például az egyik legfélelmetesebb betétet, az pont zene által érik el, nem is hanghatás, de zenei hatás, ugye ez a Wailo Wailey, ez az altató, de ez a tipikusan angol száz hátborzongató altatódal, az vérfogyasztó, és az állandóan visszajön a film során, és ami egy nagyon, szintén nagyon félelmetes jelenet számomra, nem csak félelmetes, szó szerint vérfogyasztó, az, amikor a Miles verset mond. Igen, úristen. És az egy szeánsz igazából, gyertyafény mellett verset mond, és újra csak ez a film, a felszín alatt rendkívül pervers. És megidézi, úgymond, a halott kocsisnak a kísértetét, és úgy hívja őt, hogy uram, mesterem, gyere be a házba, és húzd a sír mocskát magad udámba. Tehát nagyon-nagyon sötét ez a film. Sötétebb, mint a Haunting, és félelmetesebb, és szerintem minden szempontból jobb. És a pszichológiai horror része is sokkal jobban működik számomra. Igen, igen. Igen, igen. Én azt egyébként imádom, hogy rögtön a film ezzel a dallal nyit. És ez megint egy olyan olyasmi, amit nem tudom, így modernebb filmek, bármint hogy ilyen 20. század végi, vagy 21. századi filmek már jóval gyakrabban használnak, hogy a logó alatt már nem a logóhoz társuló stúdiózenét halljuk, hanem hogy még amikor megjelenik a 20th Century Fox logója, már akkor ez a dalocska szólal meg, és utána csak így elősejlik az összetett keze a Miss Giddensnek, az már nálam rögtön így, tehát az első másodperctől imádtam ezt a filmet, mert már ott így... A hátborzongató elegancia, amiben a filmben van, az elképesztő. Igen. És ez is odavaló. Igen. Még az enten a hanghatásokhoz és a zenéhez azért szeretném azt is elmondani, hogy a film elején, amikor megjelenik Debra Carr, akkor tényleg ez a, mármint hogy az udvarban, akkor ez a klasszikus korabeli teljes szimfonikus zene szól, viszont a film végén ezeken a jelenetek alatt, amikor a sötétségben botorkál a gyertyatartóval, ott meg ilyen súlyos, nyomasztó, szintetizátoros mély zene szól, és tök megdöbbentő, hogy ilyen korai alkalmazása volt ez a szintetizátornak, azt így pár évvel ezelőtt azelőtt találták fel.
és talán tehát az elején a fotár adásnak még kicsit félve használtad ezt a szót, hogy ez egy forradalmi film lenne, de tényleg ebből a szempontból biztos, hogy forradalmi, hogy itt főleg abban a jelben a hanghatások, ott ahol suttognak a Devrakár által képzelt vagy hallott szereplők, meg közben ez a zene, amilyen tényleg ez a modern atmoszférikus zenékre jellemző zajszőnyeg, ott összefonódik, és egy szerre szól, meg ilyen egybe fonódik, ez egészen új és hátborzongató volt a korban. Ja, igen, és azért még hogyha itt említettük ezt az utolsó jelenetet, vagy a versmondást, mindenképpen mind a két gyerek színészt, tehát a Pamela Franklint is, de főleg a Martin Stevens nagyon-nagyon-nagyon ki kell emelni, hogy mennyire zseniális. Tehát tényleg gyerekszínészi alakításból szerintem ez ilyen top 3-ba biztos, hogy ott van. És igen, nem mondanám azt, hogy természetesek, de egyrészt nem tudom eldönteni, hogy egy Viktor Ennős gyereknél mi az a természetes. Igen. Nem mondanám azt, hogy természetesek, de amikor meg kell idézniük egy felnőttet a színjátszásuk által, akkor rendkívül félelmetesek. Ja. Igen. Igen, tehát a Martin Stevensnél két mozzanat van, ami ilyen felejthetetlen. Az egyik az nyilván a legvége a filmnek, amikor a kamera csak az ő arcát mutatja a halála előtt gyakorlatilag az utolsó. Az nagy színjátszás. Utolsó pillanat, az félelmetes. Illetve korábban, amikor a bujócskázás során meglepi hátulról a Miss Giddens-t és elkezdi folytogatni. Tehát ahol ténylegesen így már mi is így megneszelhetjük ezt a szadista ént, ami aztán később bizonyítást nyer, szóval hogy ő bele tudta vinni ezeket a színfoltokat. Ez mindig egy tök izgalmas kérdés szerintem így, hogy egy rendező hogyan tudja ezeket így előhozni egy gyerekszínészből. Itt a Jack Layton direkt nem árulta el a gyerekeknek egész forgatás alatt az ilyen sötétebb vonzatait a forgatókönyvnek, vagy a karaktereiknek, tehát próbált őket így védeni ezek elől a erősen ilyen szadista, meg szadomazohista, szexuális vetületeitől a filmnek, úgyhogy, de hát nem tudom, hogy ez... Szóval ez mindig egy ilyen tök nehéz manőver lehet, hogy a vásznon azt lásd, amit akarsz, tehát hogy tényleg így felnőttként viselkedjen ez a gyerek, és olyasmit csináljon, ami így átlép csomó tabut, meg határt, úgyhogy közben meg a gyerek színész az ne sérüljön, és hogy ne feltétlenül azt értse meg a filmből, amit nekünk kell megérteni. Igen, szóval ez biztos, hogy mindig nehéz ügy. Ja. Ez a srác azért ki volt téve itt a próbáknak, mert az előző filmje is egy horror volt. A Trifidek napja? Vagy ilyen nem a Village of the Damned, ugye? Igen. Igen, igen. Uh-huh. Igen. Láttam vele egy TED talkot, már a felnőtt Martin. Gondolom, hogy nem gyerekkorában. az egyik legelső TED talk, még 1962-ből. Szóval, hogy igen, most ilyen, nem tudom, 71 éves most a Martin Stevens, tehát a 60-as éveiben készítették vele ezt. Ő ugye 60-as évek közepén vissza is vonult a színészettől, és most már egy építészként dolgozik. De ő ott mesélt itt az Innocence-ről. Egyrészt arról, hogy ő a Debra Carrral már dolgozott együtt, tehát hogy már megvolt erre a filmre korábban egy olyan nagyon jó kapcsolat közöttük, amiért ebben a filmben is mindig nagyon biztonságban érezte magát, meg hogy a Debra Carr mindig nagyon ügyelt arra, hogy ő így tehát odafigyelt rá, foglalkozott vele, tényleg nagyon jóba voltak, és biztos, hogy az így segített abban, hogy ő is így könnyebben megbírkozzon ezekkel a jelenetekkel, illetve még azt is mesélte, hogy ott őt az anyukája idézőjelben nyomatta erre a színészi pályára, és hogy ő állt mögötte így mindig ilyen támogatóként, és hogy azt hiszem, hogy a szülei el is váltak, és az apjától pont így el is távolodott, és hogy a film forgatása alatt, vagy közvetlenül előtte vesztette el az édesapját, és hogy az utolsó jelenetben gyakorlatilag ő ezt élte ki, ezt a veszteségét, és hogy azt mondta, hogy ez így pont így, nem tudom, hogy segítette, hogy így fogalmazott, de hogy ott gyakorlatilag ebből táplálkozott, ebből a traumájából. Szóval nem véletlen, hogy ennyire nyers az utolsó jelenet. Igen.
Még egyetlen egy dologról szeretnék beszélni a filmnek a témái közül, ez nem tudom, tudtátok-e, de az ártatlanság. Egy fontos témája a filmnek. Várjál, ezt... Mint említetted. Ezt, de nem, szóval, hogy ezt így most Péter komolyan egy óra után kell bedobnod, amikor már lassan vége az adásnak. De nem mondta egy másra. És hogy ez szerintem tök érdekes, hogy, hogy milyen vizuális ilyen nyomokkal támasztja alá Jack Layton a film során. Mm. Ugye a filmben az legelején, ahogy megérkezik ide a Deborah Carr, az egész ház ki van tömve vázákkal, amelyekben így meredeznek tucat számra a fehér rózsák. És ez később visszatér a filmben majd még, de a fehér rózsa ezzel a maga szépségével egyértelműen az ártatlanságnak lesz a szimbóluma szerintem, mert a akkor törik meg először ez az ártatlan tökéletes idill, amikor a Giddens meglátja a toronyban a férfit, uh-huh. akiről később megtudjuk, hogy a Quint-nek a jelenése valószínűleg, és ugye ekkor éppen rózsát metz Giddens. Uh-huh. És amikor megpillantja a torony tetején a férfit, akkor abban a pillanatban elejti a kezéből azt a rózsát, amit lemetszett. Uh-huh. És ez tényleg kihangsúlyozza itt a Clayton, mert van egy inzert, egy bevágod egy felvételt közelről, ahogyan a rózsa beleesik egy kútba. Uh-huh. Tehát ott tényleg az, hogy a rózsa ott elhullik, és a vízben az enyészeté válik, az egyértelmű szerintem. És akkor ugye ott fölmegy a toronyba, és ott a galambokkal játszik, a fehér galambokkal játszik a Miles, a fiú. És aztán a később film későbbi szakaszában, amikor a Miss Giddens megpillantja ott a tanulószobában a Jessellnek, a nőnek a szellemét, és később elmeséli ezt a házvezetőnek, a Mrs. Groves-nak, mm. akkor ezt, ahogy elmeséli, amit látott, azt ott megáll a szobában egy kitömött madarakkal teli ilyen kis üveg vitrin előtt. És ott hangzik el a szájából konkrétan az, hogy azt mondja, hogy érezte azt a szex, a Jessellnek a szelleméről beszél, aki ott volt a dolgozószobában, hogy érezte azt a szexuális vonzalmat, amit a Miss Jessel érzett. Mm. A halott madarak előtt mondja ezt. És akkor ezután később... Tessék? A sex beyond the grave, igen. Hát, hát figyelj, van egy ilyen nekrofil olvasata is. De tényleg van, szóval... Igen. És ugye pont ez az, hogy a srác utána meg, ugye, aki van a bokkal játszott, a következő jelenetében, meg amikor le akarja fektetni őt aludni a Miss Giddens, akkor elővesz a párnája alól egy halott galambot. Igen. És a halott galamb fölött csókolózik a nevelőnője. Ja. Mondom, ez sötét. És akkor még egy utolsó, ami szintén az ártatlanság. Csak annyit hagyd mondjak, Péter. Szerintem nem az ártatlanság a témája a filmnek, hanem éppen, hogy a korrupció. Igen. Ez az ártatlanság elveszítése. Igen. Így van. Ezeken keresztül az elmúlás, tehát hogy a rózsa is így elhullatja. Tehát pont ez az egyik jelent, amikor a Miss Giddens a Bibliát olvasgatja, a gyerekek már alszanak, és akkor elkezdi hallani a szellemeknek a hangját, hogy kiss me, az a Jessellnek a hangja. Uh-huh. És akkor lerakja a Bibliát, és ahova lerakja, a kis asztalra, ott megint ott is van egy ilyen váza benne rózsákkal, és az egyik rózsának a szirma lehullik rá. Tehát ott is ez a rózsa az enyészetté válik szépen lassan, ahogyan így a szexualitás így megrontja őt. És ez szerintem biztos, hogy így ezek ilyen, ennek a metaforának a képei. Persze, biztos is, hogy ebből a szempontból nem volt a Clayton visszafogott, tehát ilyen direkt szimbólumokkal dolgozott ez, hogy egyértelmű legyen legalább ez, igen. Az biztos. Igen. A filmet, vagy bocsánat, a könyvet, a Henry James könyvét azért elég sok formában feldolgozták. András mondta, hogy ez is igazából egy félig meddig egy színdarabból készült áttételesen, de készült egy előzményfilm is. Arról mennyit tudsz felé? Te láttad ezt az 1971-es The Night Comers-t Marlon Brando-val? Én ismerem ezt a filmet, de ennek a könyvnek van vagy 30 feldolgozása. Ja. Az lehet a túlzás, de mondjuk egy tucat vagy két tucat az van, az biztos. Igen. Volt egy korábbi is, a 59-ben egy tévéműsor, a Star Time című ilyen antológia sorozat, és abban John Frankenheimer rendezte, Ingrid Bergmannal. Úristen, Frankenheimer, ez még annyira se visszafogott, mint igen. A Robert Weiss. Én nagyon kíváncsi vagyok erre a változatára. Nem azt mondom, hogy nem vagyok kíváncsi, csak
kevésbé. Ez a 71-es előzményfilm, ez igazából Brando miatt érdekel, mert ugye Peter Quintet játsza, és ő pont így képzelem el, mint egy ilyen állatias, kirobbanó, szexuális. Igen. Az nem egy túl nagy film, a Nightcomers, de igen, ahogy mondod, az előzmény dolgozza föl. Igen, az, hogy... Kicsit egyértelműsít benne néhány dolgot, ami tulajdonképpen kikövetkeztethető ebből a filmből is, de szerintem nem biztos, hogy elrontja azért azt a kételyt, ami ebben a filmben kialakult. Én hadd mondjak ennek ellent, elrontja, jó. Mert a Nightcomers messze nem megy el odáig azok olyan dolgokba, amilyenek dolgokat az Innocence sejtett. Az, hogy van nagy szex, az egy dolog. De az Innocence az más dolgokat is sejtett, és sokkal sötétebbeket. Értelek. Igen. Aztán volt idén pont, vagy nem is tudom, pár éve volt egy adaptáció, ez a The Turning, ami elég súlyos kritikai bukás volt, úgyhogy azt így nagyon kíváncsi voltam rá, de abszolút elment tőle a kedvem utána. És idén fogják bemutatni a Netflixen a minisorozatosított változatát. Tehát nem hiszem, hogy sok köze lesz igazából az Innocence-hez, vagy akár a könyvhöz, mert ugye ez a Mike Flanagan-nek lesz a sorozata, aki pont a Haunting of Hill House-zal, pont a jövő héten megbeszélendő The Haunting-ot dolgozta fel, és már annak sem volt sok köze a könyvhöz, a Shirley Jackson könyvhöz, úgyhogy gyanítom, hogy ezt is azért igazából csak így max a karakterek neveit, meg a helyszínt tartja meg majd. A Mike Flanagan-nek, bocsáss meg, a Mike Flanagan következő sorozata az a Turn of the Screw, a Csavarfordul egyetlen alapul? Igen, tehát ez igazából ugyanúgy kezelik ezt a Haunting szériát, mint mondjuk az American Horror Story-t, hogy ilyen antológia sorozat, ahol minden évad egy külön történet, és akkor itt is ugye a Haunting of Hill House volt az első, és akkor most pont ezt a Turn of the Screw dolgozza fel, a The Haunting of Bly Manor lesz a címe, és így a szereposztás is részben azonos, tehát hogy átvesz színészeket legalábbis a Haunting of Hill House-ból. Például a Henry Thomas lesz a nagybácsi. Ebből mondjuk arra következtetek, hogy nem csak egy jelenetben fog valószínűleg ő szerepelni majd, illetve a főszereplőt itt nem Miss Giddensnek, hanem Danny Claytonnak hívják, és ő meg a Victoria Pedretti, aki így a legfiatalabb lány, vagy nem a legfiatalabb, hanem tehát egy fiatalabb lány játszott a Hill House-ban is, és tehát 25 éves most, és ugye a Deborah Carr eleve idősebb, mint a könyvben volt a szereplő, és mondjuk szerintem pont ettől működik nagyon jól, hogy amit a Feri mondott korábban, hogy így tudjuk, hogy van egy múltja, és nem tudjuk, hogy az a múlt pontosan milyen, és milyen élettapasztalatai voltak mondjuk szexualitás terén, mire eljutott így a 40-es éveire. Tehát, hogy ebbe is biztos, hogy más lesz ez a Bly Manor, ahol egy fiatalabb és gondolom naívabb főszereplő kerül majd így a gyerekek közé. Nekem ezzel nincs problémám, én a Mike Flanagan-nek nagyon bírom a dolgait, meg az és a Hill House széria is nagyon jó volt, úgyhogy kíváncsi leszek erre, hogy mi lesz belőle. Igen, ez én most október 9-én kerül fel a Netflixre az évad. Nagyon jó. Én most ettől az új Menderli házasszony a feldolgozást tartok, az annyira nem... Igen. Én nem is néztem meg azt a trélert. Nem, én is már csak a reakciókat láttam a trélerre, hogy miért rossz. Tényleg? Aha, igen. Hogy miért elhibázott ez a megközelítés. Igen, hát mindenki a castinget szídje főleg, és van benne valami. Igen. Aha, igen. Értem. Van még egy hülye játékom erre az epizódra, ezt az évadra találtam ki, és kísérletezünk vele, hogy működni fog-e. Azt előre mondom, hogy már a lelki személyem előtt látom, hogy Feri csóválja a fejét tőle, de... Nem csóválom! Azt találtam ki, hogy ilyen... írjunk olyan mottót a filmhez, olyan poszterre illő tagline-t, ami igaz ugyan, de azért mégiscsak félrevezető a néző számára. Ilyen igazi magyaros címadás jelleggel valami kamumottó átfogalmazásra a történetnek, amivel azért... Tehát amit rátennénk a poszterre, és mondjuk a nevem ott lenne alatta, hogy tőlem... Nem, pont olyasmi, ami tudod, vannak a Twitteren is ilyen threadek, amikor valami képet kiraknak, és akkor mi kit látunk rajta, wrong answers only, és akkor direkt rosszat kell mondani. Jó, mert pedig én kitaláltam egy tök jót, ami alá oda tenném a nevemet. Na, ez tök jó, mondhatod. Összeszartam magam, Wall Street Ferenc. Ezt el lehet adni, az biztos. Nevednék, hogy nem biztos, hogy működne, de így, hogy a neved is azért, az biztos, hogy működne.
Igen, az úgy kevésbé működne, hogyha mondjuk csak annyi állna rajta, hogy összeszartam magam, és ott a Debra Carr arca mondjuk a poszteren. Ahogy elkerekedett szemeszkelni. Igen. Egyébként egy ilyen Patreonra befizetnék, ahol Wall Street Feri így egy tagline-okat mond az egy podcast jelenleg a horror filmekkel. Figyelj, ha a Covid így megy, lehet, hogy lesz Patreon, úgyhogy munkaszempontból. Szerintem ebben egyébként van, ebben van biznisz, hogy egy egyszemélyes horror podcastot Wall Street Ferenctől hallgatnék. Kidegrázás Ferivel. Úgy csak... A címe még vőkapolhat. Dehogy valóra váljon véletlenül. Igen, meg ez a cím, ez pont így a Covid járvány közepén nem biztos, hogy annyira. Kicsit áthallásos. Igen. Jó, azon még gondolkodhatom. Ezt még workshopolni kell. A lélegeztetőgép podcast most a Ferenc. Ez jó, ezt adom. Egyébként a játékra érkezett egy javaslatunk. Már betelefonált valaki? Betelefonált valaki. Az évadban leendő vendégünk, Herceg Zsófi azt írta, hogy in the countryside, no one can hear you scream. Uh-huh. Ezt adom. András, neked van már valami? Ez azt tudod, hogy ez a Hauntingból egy idézet. Mi tényleg? Igen, van a Hauntingnak a számomra kedvenc jelenete az, amikor a két főszereplő csaj megérkezik, lepakolnak a házban, és a rendkívül ijesztő házvezető nő, aki épp megy haza, mert nem akar éjszakára ott maradni a házban, azt mondja nekik, hogy senki sem fog hallani titeket az éjszakában, senki sem hallja majd, hogyha sikítotok, mert senki nem jön a városból ide a sötétben. Igen, tényleg. Tényleg. Igen. András, te gondolkodtál a dolgon? Abszolút igen. Igazából kettő ötletem is lett. Az egyik az egy picit ilyen tagline-osabb, tehát, hogy amit így föl lehet akár rakni, ez a vásott kölyköknek kell a női gondoskodás. Illetve a... No Stranger Things negyedik szezonja lesz. Igen, hogyha Winona Ryder játszaná most ebben a filmben a főszerepet, akkor ő nála még inkább egyértelmű lenne már az első jelenet, hogy valami nagyon nem stimmel vele. Isten, Winona Ryder, mint a Debra Carr szerepében ebben a filmben. Igen. Igen. Yeah, yeah. Igen, igen. És akkor a másik ötletem az meg egy fokkal anakronisztikusabb, de azt jobban szeretem, az pedig annyi, hogy ha a muzsika hangja őszinte lett volna. Júj. Nem jó. Látszik, hol vannak ebben a filmben, tehát hol tudjuk betenni őket. Ez komolyan, a muzsika hangja náciait, ugye a filmben. Ja. Fú, ez csak rontaná, igen. Igen, okay. Igen, de jó lehet ugyanezt a Mary Poppins-szal, vagy a, nem tudom, igen, Mary Poppins-szal is el lehet mondani, és akkor már nem kell nácikat, csak legfeljebb kémény seprőket beraknunk. Na most a adás végére lelombozottunk, én úgy érzem. Igen, én is úgy érzem. Nácikat kellett felhozni, és már is megölte a beszélgetést. Ügyes vagy, Feri. A nácik mindig megölik a beszélgetést, ez is valamihez. Ma ez mondjuk a kabaréhoz lenne jó tagline. Jó, igen, viszont egy nagy igazságot mondtál ezzel, úgyhogy akkor mégis visszatértünk, jó? Na, Péter, nálad? Még gondolkodnom kell a konkrét megfogalmazáson, de valami olyasmi, hogy a déli vidéken mindig tombol a szeretet, csak nehogy téged is megfertőzzön. Ilyen magyar vidéken készült horrorfilmek lehetne. Igen. Az alföldi pusztító. Igen. Igen. De amúgy az ártatlanok helyett ez a tombola szeretet, ezt simán el tudom képzelni akár címként is. Tombola szeretet, basszus. Ez nem a új magyar Hab című filmnek a tagline-ja? Könnyen lehet. Nem, hogy megfelelte. Ha a szeretet, folytogató szeretet. Ez. Na jó, szerintem feladom, mert még kíváncsi leszek, hogy a többi vendég hogyan fog erre a játékra reagálni. Hát én is. Ah, sem biztos, hogy kitart ez az egész. Igen. A második epizódtól kell már hagyjuk. Igen.
sikerült a mai epizódot is egy igazi magas hangegyen befejezni. Igen, lehet, hogy Feri, mire visszatérsz a következő adásra az évadba, addigra már mind úgy fogunk tenni, mintha ez a játék nem létezett volna soha. Nem történt meg soha. És legfeljebb kísérteni fog minket. Egyébként megmondom őszintén, eddig a pillanatig nem értem, hogy milyennek a játékunk a lényeg. Mondtam egy tagline-t, egy szar tagline-t, nem értem, hogy mi a játékunk. Jó, oké. Egy olyan tagline, amivel így befagolt nálam nézni. Úristen, Igen, tehát amikor nem elég, hogy nem vagyunk elég viccesek ehhez a játékhoz, de még meg is próbáljuk magyarázni, hogy ennek van valami racionális oka. Igen, pont ettől bizonytalanodtam ez. Megígérem, hogy a harmadik epizódra meg fogom érteni, vagy a következő epizódra meg fogom érteni. Szerintem esélytelen. Ja, igen. Feri, ne ígérjöhet, amit nem tudsz betartani, legfeljebb azt ígérd meg, hogy megpróbálod, de még ahhoz se ragaszkodunk. Oké. Jó, van, lényeg az, hogy ahogy azt már összerakadtátok, kedves hallgatóink, Ferit fogjuk még visszavárni az évadban, több epizódban is, ha minden úgy alakul. Következő héten viszont Robert Wise filmével foglalkozunk, ez lesz a The Haunting. András, a magyar címét sikerült még memorizálnod, és el tudod mondani újból? Ez a Ház hideg szíve. Köszönöm. Igen. Yes. És vendégünk is lesz az adásban, ha minden úgy alakul, ahogyan a terveinkben szerepel, és egy új vendég lesz a podcast története során. Uh-huh. Eláruljuk ki az András? Hát igazából csak ilyenkor mindig aggódok, hogy ezzel jinxeljük, hogy mégse jön össze, úgyhogy szerintem majd jövő héten meglátjátok. Van-e vendég, vagy sem? Igen. Most, hogy horror évadban kezdek babonás lenni, úgyhogy horror évad végére már mindentől félni fogok. A létráktól, a mocskáktól, mindentől. Figyelj, most egyébként ennél jobban időzíteni nem is lehetett volna, mert amikor ilyen a világban ilyen stressz van, amikor a világban ilyen borzalmas, rossz kedély van, akkor kell, akkor működik a horror. Mert mindenki azt hiszi, hogy ilyenkor vígjátékok kellenek, musicalek kellenek. Nem, azt hiszem, hogy a musical évad most teljesen lelombozna mindannyiunkat, hogyha most kéne végig csinálnunk. Engem tavaly is lelombozott. Szerintem Pétert is. Nem, horror kell, mert horror az csap. Érted? Az kiengedi a méreganyagot. Szelep. Igen. Ez egyetértek én is. Tehát jövő héten tök érdekes, hogy pont azzal a filmmel fogunk foglalkozni, amely az imént emlegetett Mike Flanagan sorozatának az első évadjának az alapanyagához szolgáló könyvből készült, ez a Shirley Jackson féle The Haunting of Hill House. És akkor a Patreonunkat is megemlíteném itt, hiszen aki támogat bennünket a patreon.com/vagfolt podcast oldalon, az jó eséllyel hamarosan hallhatja a Haunting kapcsán az eredeti könyv szerzőjéről szóló filmről szóló kibeszélőnket, mert ebben a hónapban igyekszünk egy adást fölvenni a Shirley című idei filmről is, de ezen kívül is készülünk még így a horror évadhoz kapcsolódó tartalmakkal, szintén így a maradva a kísértett házas tematikánál igyekszünk egy sok epizódos kísérlettel megpróbálkozni, ebben játszani fogunk így a Andrással, és ezt fogjátok majd hallani, hogy hogyan játszunk horrorosat, szerepjátékot egész pontosan. Ezt majd hallhatjátok, hogyha Az jó lesz. Költitek a Patreonunkat. Igen, patreon.com/vagfoltpodcast, tehát még egyszer, és akkor ezen az oldalon tudjátok majd tudtok bennünket támogatni, és hozzájutni extra tartalmakhoz, amelyekben ilyen filmekről beszélünk, tehát egyéb kibeszélőket tartunk, illetve teljesen egyéb adásokkal jelentkezünk, ilyen portérdásokkal, alkotókról, meg ilyen exkluzív dolgokkal, mint az én emlegetett szerepjáték. Tehát még egyszer patreon.com/vagfoltpodcast, hogyha támogatnátok bennünket. És akkor Feri, téged hol találnak meg a neten a hallgatóink, hogyha kísérteni akarnak? A Twitteren vagyok, egyrészt megtalálható, twitter.com/Vostri, WOSTRY, de szeretném ajánlani azt a szájtot, amit többen magammal nemrégiben elindítottunk, köztük veled is, András, ez pedig az epic.hu, az epic k-val van írva, tehát epic.hu, ami egy olyan website, ami műfaji filmekkel, tehát fantasztikus filmekkel, horrorfilmekkel, akciófilmekkel foglalkozik, és minden olyasmivel, ami nyomtatott médiában
ezekbe a témákba beköthető, és szeretnénk felfuttatni, és valami igazán minőségit csinálni ezzel az epic.hu-val. Az összes kolléga a témáknak nagy szakértője, nagyon minőségi cikkeket publikálnak, úgyhogy nagy szeretettel várjuk az olvasókat ide. epic.hu. Igen. Tényleg ajánlom az olvasók figyelmében, nagyon-nagyon jó cikkek jelennek, meg főleg Feritől, meg Andrástól, de a többiek is. Nem, a többiek is nagyon jó. Nem, András az eszméletlen jó író, azt tényleg így van. Igen. Nagyon örülök, hogy ez az oldal most tényleg el tudott indulni, azért Feri ezt már nagyon régóta tervezi. Igen, útnak tudod, indítani, és én is mindig úgy éreztem, hogy ez egy ilyen tök hiánypótló oldal, nem is feltétlenül csak a tematikája miatt, hanem a megközelítése miatt, tehát hogy szerintem ez egy olyan oldal, ami azokat a külföldi szájtokat veszi mondjuk mintának, vagy alapul, amik mind arra szolgálnak, hogy ne így a nem tudom, a napi híreknek a igen, 200-dik, igen, meg az új előzeteseknek az 5000-dik fejtegetéséről szóljon, hanem tényleg mélyüljön el jobban azokban a dolgokban, amiket az adott írók tényleg szeretnek, vagy nem foglalkoztatnak. Állítom, nem állítom azt, hogy a Facebook oldalunkon, ami facebook.com/epicu, nem lesznek hírek, de magán a szájton nem szeretnék híreket, nem akarok trélerekkel szarakodni, azt szeretném, hogy minőségi filmelemző cikkek kerüljenek föl oda. Ennyi. Tudom, hogy pont egy olyan időszakban, amikor mindenki YouTube-ra megy rá, meg mit tudom én, akkor egy írott szájtot, egy főleg cikkekre alapozó szájtot esetleg hülyeség elindítani, de... Hát én még továbbra is hiszek abban, hogy az írott szónak tud ereje lenni, aztán pontosan, lehet, hogy ez csak naivitás, de... Nem. Ez így van, a minőségre oda jönnek azok, akiket tényleg érdekel. Nekem meg ez a véleményem. Így van. Minél, én is ennek a híve vagyok, hogy nem kell több tízezeres olvasótáblót kialakítani, hanem kell egy dedikált... Pontosan. Tényleg érték, hogy mondja, műértő olvasótábor, és sokkal jobban meghálálja magát. Pontosan. De azért persze, hogyha elindítod a Patreonodot, amiben minden ilyen horrorfilmről beszélsz Feri, akkor ott lesz. Viszont András, téged az epic.hu-n kívül hol olvashatnak még a hallgatóink? Olvashatnak még a Recorderen, egyrészt az online felületen, másrészt most végre a karantén meg a nyári volt idő, vagy hát kihagyás után most újraindult a nyomtatott magazin is, úgyhogy azt is, hogyha éppen jártok olyan helyen, és éppen találtok valahol... Vagy előfizettek rá, mert előfizethettek a Recordernek. Ja, igen, csak hogy amúgy meg ingyenes, de igen, elő is lehet persze fizetni rá, szóval, hogyha valahol megtaláljátok, akkor érdemes felmarkolni egyet, de hogyha nem, akkor se sincs katasztrófa, mert online is meg fognak jelenni majd ezek a cikkek, szóval oda is írok, és ezen kívül meg a Twitteren a Gains alsó vonás alatt szoktam néha jelentkezni. És az mikor jelenik meg nyomtatásban? Nyomtatásban? Hát most terve van, hogy egy karácsonyi külön számmal akarok indítani az elmúlt 10 év tweet termését, egy ilyen gyűjteményes kötetben tervezem kiadni, illusztrációkkal, kommentárokkal, illetve CD melléklet is lesz hozzá természetesen, amin énekelni fogok. Te is látom, az idők szavára hallgatsz a CD melléklet. Igen. CD melléklet. Jó, hát engem csak a Twitteren tudtok olvasni, a twitter.com/freevo-név alatt, 2 elvel írom, illetve a Letterboxon néha-néha publikálok, érdemes legalább a Vakfolt címkére rá kóksíznotok, mert azért a András is meg én is időnként használjuk, hogy az itt megbeszélt filmeket lenaplózzuk letterboxd.com-on. Jól van, és akkor jövő héten várunk mindenkit vissza The Haunting-gal, illetve Ferivel még találkozunk többször is az évad folyamán. Addig is sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!